sziasztok! Az én kis bendégről szeretnék most beszélni nektek, hogy hogyan is került hozzánk. Egy évesen elhatároztam magam, hogy most nekem kell egy kis kutya. És lett is. Na, komolyan. 11 évesen úgy gondoltam, hogy már elég nagy vagyok már ahhoz, hogy legyen egy kis kutyám. Utána is néztem neten a fajtáknak, hogy milyenek vannak, mert akkor még seghülye voltam e téren. Na. Utána egy kis idővel tudtam a fajtákat, mondtak egy fajtát, és akkor rögtön előttem volt a képe, meg az arca, hogy hogy néz ki, mik a tulajdonságai. 2010 nyarán, nem is nyarán, hanem előtte keresgéltem a kiskutya.hu-n kiskutyákat, hát mi mást. És csak olyat, amit örökbe tudok fogadni, és elhozzák házhoz. Mi sírsz, Bendi? Nem rieghetsz azért? Hónapokon át minden nap felnéztem arra az oldalra, írtam nagyon sok embernek, hogy el tudják-e hozni hozzám, de olyan hülye voltam, hogy a lakcímemet leírtam, a város, a utcát, a házszámot, tényleg mindent, hogy el tudják-e oda hozni hozzám. Ne sírjál, miért sírsz? Mi? És egyszer egy csávó írt nekem, hogy ma, vagyis aznap el tudják hozni nekem este 6-kor. Nem azt írtam, hogy ne hozzad, vagy nem kérem, köszönöm, hanem rendben van, mosolygos smile-on. Amikor visszaírtam neki, azon járt az agyam, hogy anyának hogy fogom elmondani? Aztán ki is ment a fejemből, hogy megnézem egyet, hogy milyen kutyát hoznak nekem. Mire észhez kaptam, hogy meg kéne nézni, akkor már késő volt, mert leszették a hirdetést. Igen ám, de édesanyám semmit nem tudott róla, hogy én most mit szervezek. Minden a hátam mögött folyt. Bendu, mi van? Aznap délután 3-4 körül mondtam el neki, hogy amúgy hoznak nekem majd kiskutyát. Ő meg azt hitte viccelek először, de utána látta rajtam, hogy nem viccelek. Elég műszte. És azért is leszídott édesanyám, mert ugye nem tudtam, hogy néz ki a kutya, aki most itt hagy. Jó. És aki most visszajön. Nem akarsz ide jönni? Ide, gyere. Ide. Igen. Aztán megjelentek aznap 6-kor, pontosan megjelentek két férfi, és hozták ezt a tüneményt, ugye? Ők úgy nevezték el, hogy Zofi, mert hogy zoknis a lába, meg hogy fiú. És úgy jött össze a zokniból, meg a fiúból, hogy Zofi. Ahogy édesanyám meglátta, ő is rögtön beleszeretett. Mondta, hogy ki ez a cuki? Ki ez a cukiság? Szia! Na! Már le a seggedre! Édesanyám is nevezte el őt Bendegúznak. Ismeritek a Indul a bakterházból a Bendegúz. Az a szereplő is nagyon rossz volt. Nagyon-nagyon rossz volt. És Bendegúz is nagyon rossz volt. A való életben. Ugye Bendegúz? Minden szétrágott, minden szétszede, még a macskát is. És ezért lett ez a neve, hogy Bendegúz. Bende. Én amúgy szőrmunknak akartam elnevezni, mert olyan kis puha kusgombóc volt. Tényleg egy igazi élő plüss. Emlékszem, hogy ez a bolond a lépcső tetején elkezdett sírni, mert hogy nem tudott lejönni, mert félt. Aztán pár alkalommal később rájött, hogy nem is kéne félnie. Utána már fel alá rohangált. Mindig is amúgy dalmatát akartam, dalmata a kutyafajtát, de ebben a csodában van ilyen szín a mancsán. Mondta az egyik férfi nekem, hogy border collie és németül az keverék. Egyébként 2010. május 31-én született. Próbáltam minél több trükkre megtanítani,
Ne lihegj, Bendu. Nagyon fog hallani, hogy lihegsz te. Azt akartam, hogy tudja, hogy én vagyok a gazdia, hogy tudja, hogy én vagyok a farka vezér. Aztán idővel rájött, meg olyan mélyen és sokáig a szemembe tud nézni, hogy elolvadok tőle, mintha a lelkemet látná, komolyan. Háttal vagy így akkor... Kamerának te! Ide gyere! Ez azért is van, hogy ennyire a szemembe tud nézni, mert ugye velem nőtt fel. 11 évesen kaptam, vagy hozták, szereztem magamnak. Akkor volt 3 hónapos, most meg már 20 leszek, de meg már 9. Magamra akartam tetováltatni a arcát, a combomra, ide jobbra, de lebeszéltek róla, mert ugye ha már nem lesz, akkor mindig eszembe jutna, ha megnézném a combom, és emlékeztetne rá, hogy milyen csodás kutyám volt. Gyorsul.